Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A csendes percek következő adásai számára egy sorozatot állítottam össze, és azt a címet adtam neki, hogy Isten meghallgat. A mostani időkben ez nagyon bátorító tud lenni. Minden nap szükségünk van arra, hogy újra és újra meggyőződjünk arról, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat, Meghallgatja az imáinkat, meghallgatja a könyörgéseinket, meghallgatja, a kiabálásunkat, meghallgatja a sóhajtásunkat is. Isten odafigyel arra, ami elhangzik felé, amit mi mondunk, amit imádságban megfogalmazunk, mindent hall és mindenre odafigyel, ami éppen történik velünk, még akkor is, hogyha ezt nem mindig érzékeljük, vagy nem mindig egyértelmű a számunkra. Sokszor megvan a véleményünk arról, hogy Istennek hol kellett volna közbelépni, hogy hogy kellett volna meghallgasson bennünket, hogy kellett volna az ellenséget elnémítsa, hogy kellett volna le, legyőzze az ellenséget, hiszen mi már olyan sokat imádkoztunk, és olyan régóta imádkozunk, és kérjük Istentől, hogy hozzon változást, és látszólag ugye nem történik semmi. Bizony van, hogy az időtlen Isten nem a mi időzítésünk szerint lép bele a dolgokba, vagy hoz változást, ő nem az embereknek az automatája, hanem ő szuverénisten, Isten, aki a maga időzítése szerint mégis mindent úgy alakít, hogy abszolút minden a javunkat szolgálja. Valami fantasztikus. Így történt ez Sámuel élettörténetében is, és az ő története alapján fogunk többször is gondolkodni ebben a témában, hogy Isten meghallgat, úgyhogy tartsatok velünk. Anna volt az a feleség, aki nagyon sokat imádkozott gyermekért, de Isten nem adott neki. Úgyhogy ma szeretném ennek a történetnek az első mozzanatát elmondani nektek, és kezdeni azzal, hogy annak ellenére, hogy mennyi minden történt annával a családjában, hányszor imádkozott, hányszor könyörgött Istenhez azért, hogy legyen gyermeke, Isten nem adott neki. Viszont, elment az Isten tiszteletekre, elment Silóba, a templomba, és imádkozott, keresték az Urat, és, és várták a változást. Úgyhogy ez alapján szeretném felolvasni nektek az első Sámuel könyve első fejezetéből az első három verset alapgondolatként. Volt egy Ramátáim Cofimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jeróhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tohú fia, aki Csúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából, Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Eljött az ideje, hogy Elkána a családfő eleget tegyen a törvény követeléseinek, és az Isten iránti kötelességből elmenjen Silóba, és ott az áldozatot bemutassa. Az Efraim hegyvidékéről ment Silóba, a Józsué 18. fejezete azt írja, hogy ott volt felállítva a Szent Sátor, és benne a szövetség láda is. Ez nagyjából egy napi járásra volt tőlük. most valószínűleg a filiszteusoknak az erőre nyomulása miatt költözhetett a család erre a vidékre. Aztán még azt is tudjuk a bírák könyvéből, hogy Efraim hegyvidéke bizony a bálványimádás és a fajtalankodás helyeként ismeretes. Mégis Elkána a családjával együtt ragaszkodott az élőistenhez. Ragaszkodott az élőisten tiszteletéhez, és, és nem olvad bele a környezetébe, akkor sem, ha ő volt kisebbségben. Ez, ez hatalmas kihívás a mai ember számára is. Először is az a gondolat, hogy nekünk tartás kell legyen bennünk. Azzal kapcsolatosan, amit felvállaltunk. Ha felelősséget vállaltunk valamiben, akkor nem másíthatjuk meg azt a körülmények miatt? Nem változtatok a véleményemen, nem adom fel csak azért, hogy másnak szimpatikus legyek, esetleg még több lájkot like gyűjtsek? Nem beszélve arról, hogy az örökkön-örökké élő Isten mellett tettem le az életemet, nem egy ember mellett. Ő a mindenható Isten, aki soha nem csal meg. Még akkor sem, ha a körülmények nem egyértelműek. És ezért Őt szolgálom, és a családommal együtt megyek az Isten tiszteletre, elkötelezett vagyok az Isten parancsai iránt a családommal együtt. Ez a felelősség teljes gondolkodás része kell legyen az életünknek. Megtörténik velünk is, hogy nem értjük. Az Isten lehet, hogy hosszabb ideig is tartanak e, ilyen szakaszok, de ettől még nem vegyülünk el a hitetlenek között, és nem hanyagoljuk el az Istennek való szolgálatot. Továbbra is szerves része vagyunk a gyülekezetünknek, szolgáljuk őt, visszük a családunkat és tanítjuk őket is erre. Imádkozzunk ma azért, hogy legyen bátorságunk felvállalni a hitünket, akár az ellenséges környezetben is, és Isten iránti hűséggel szolgálni.